A mozi az egyelőre, azt kell mondanom, hogy egy ugyanolyan kulturális elit szórakozás, mint a színház és az opera. Valahol a színház és a opera hangverseny között van. Tehát kicsit kevesebb, akik ma magyar filmre például elmennek a moziba, mint ahányan elmennek egy magyar színházi vagy opera előadásra, de azért ez egyáltalán nem egy jelentéktelen szám. De a másik oldalról pedig azt gondolom, hogy mindig újra termelődik egy olyan réteg, főleg fiatalokból, akik érdeklődnek a filmművészet iránt, és ezeket egyfajta személyes megközelítéssel lehet elérni. Tehát aki filmforgalmazást, mint kereskedelmi tevékenységet képzeli el, annak ez nagyon furcsa, de szinte biztos, hogy a filmklubok sikerének az egyik titka az, hogyha egy jó klubvezető van, és ő érdekes vendégeket tud hívni a filmhez. Amióta a Mozgókép Alapítvány megszűnt, és egy ilyen légüres tér keretkezett, éppen a kultúra közvetítés területe az, ami képviselet nélkül maradt, mert a filmkészítők, a filmgyártók azok megtalálták így vagy úgy a módját annak, hogy a saját érdekeiket érvényesítsék, viszont az a terület, ami végül is az múlik, hogy ez a magyar kultúra eleven vérkeringésébe bele tud-e kerülni, az teljesen gazdátlan maradt. Mi Art filmforgalmazó vagyunk, ez nyilván nem azt jelenti, hogy csak olyan filmjeink vannak, amiket Art moziban vetítünk, de azt jelenti, hogy minden filmünk megy Art moziban. Én azt gondolom, hogy a közönség, tehát az Art mozik és a művész moziknak a közönsége nem válik el most már annyira egymástól, mint régen. Elég sok átfedés van, van, aki nem az alapján választ mozit, vagy filmet inkább, hogy melyik moziban van, hanem megnézi, milyen filmet szeretne megnézni, és megnézi, hogy hol vetítik. És ha 6 óra, akkor neki pont a Corvin van közel, akkor Corvinba megy, ha a West End, akkor West End, ha művész, akkor művész. Nyilván van, aki azért preferenciákat állít, és úgy dönt. Ami viszont mondjuk elég látvány, és az tényleg az, hogy mivel a hollywoodi nagyobb filmek azok hatalmas kampányt, marketinget kapnak ugye a premier hetében, tehát tényleg a csapból is azok a filmek folynak, ezért a multiplexekben inkább a nagyon friss filmek mennek. Tehát sokkal gyorsabban kikopnak a filmek a multiplexekből, míg a művészmoziban, hogyha jó eredménnyel indul egy film, akkor azért több hétig hosszabb kifutással tud működni. Igazából szerintem a legnagyobb kihívás az az mind a mozinak, mind a forgalmazóknak, hogy megtalálják a nézőt, és egy bizonyos filmhez azt a célközönséget, amelynek a film szól, vagy akihez a film szól. És azt a bizonyos célközönséget olyan formában érje el, hogy megtudják az információt, hogy van, és utána egy olyan kampány keretében elérje, hogy be tudjanak jönni a moziba. Nem ugyanaz a célközönsége egy akciófilmnek, nem ugyanaz a célközönsége egy magas művészeti művészfilmnek, vagy egy animációs filmnek. Tehát meg kell mindig találni azt a nézőt, akinek ez az alkotás szól. És szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás, mert annyi információ éri a mai nézőket mindenhonnan. Olyan szinten tudnak tájékozódni az érkező filmekről, akár legyen ez magyar, vagy külföldi, amerikai, vagy európai, mindegy, hogy nagyon sokszor már a moziba érkezés előtt több hónappal is tudják, hogy mi az, vagy tudják azt, hogy miről szól, és utána ugye még több új információt kell a nézőknek adni, hogy fenn tudjuk tartani az érdeklődést, hogy amikor tényleg a moziba van, akkor eljöjjenek megnézni. Hát amire nagyon fontos lenne szerintem koncentrálni, vagy egyszerűen figyelmet fordítani, az tényleg az, hogy ne nőjenek fel úgy gyerekek Magyarországon, hogy soha nem voltak moziban. Most nyilván nem mindenkinek jön be ez a mozi élmény, de hogyha a lehetőséget sem kapja, mert kipróbálja, hogy miről is van szó, akkor biztos, hogy belőlük nem lesznek mozinézők a későbbiekben. És hát ez azt jelenti, ugye, hogy egyre öregszik majd a közönségünk, aztán pedig szépen lassan elfogy. A Duna TV megalakulása óta utóbbi 23 évben rendkívül széles választékát nyújtja a kulturális műsoroknak, határon túli műsoroknak, és emellett pedig a magyar filmes hagyomány
egy színes és széles választéka elérhető a Duna TV képernyőjén főműsoridőben vagy főműsoridő utáni előtti sávokban. Tehát ma Magyarországon, ha valaki a nemzeti kultúra, a nemzeti identitás alapjaihoz szeretne hozzáférni broadcast televízión keresztül, akkor az csak a közszolgálati médián keresztül tudja megtenni, azon belül is a Duna TV az elsődleges terepe. Most már a mozizásnak nem a filmletöltéssel vagy ezekkel a tévével kell versenyeznie, hanem minden egyéb szabadidő eltöltési lehetőséggel, és ez egy kihívás nekünk mindig, hogy miket kell csinálnunk együtt a forgalmazóval, milyen aktivitást, milyen játékot, milyen akciót, vagy bármit. Igen, hogy a néző ne azt mondja, hogy most játszóházba viszem a gyereket, hanem mondjuk az új animáció, mondjuk a Munchra fogom bevinni, mert most jött ki, és jaj, de aranyos ez a kutya. Vagy egy pár Valentin nap alkalmából ne étterembe menjen, vagy menjen oda is, de hogyha választania kell, akkor legyen egy olyan filmkínálat, vagy legyen egy olyan aktivitás, vagy bármi, ami oda csábítja, hogy akkor moziba megyek el. Nyilván egy másfajta közeget jelent egy multiplex mozi, meg egy árt mozi, tehát biztosan vannak sokan, akik csak az egyikkel, mondjuk csak a multiplex mozikkal ismerősek. Ugye oda azért mégiscsak könnyebben betévednek a fiatalok, amúgy is a plázában vannak, vásárolnak, akkor átnéznek a multiplex moziba. Szerintem nagyon fontos azt tudatosítani, hogy a művész mozikban is azért ugyanolyan technikai feltételeket megkapnak most már a legtöbb művész moziban, mint egy multiplex moziban. Tehát ne az a kép éljen az emberek, fiatalok fejében, hogy a művész mozi az egy ilyen olcsó mozi, tehát hogy a gagyibb verziója a multiplexeknek. És nyilvánvaló módon, amit sokan említettek az előadásokban, nagyon fontos az, hogy legyenek többlettartalmak, olyan extrák, úgymond, amiket kapnak az emberek azzal, hogyha bemennek egy művész moziba. Én azt gondolom, hogy ez effő nagyon fontos az, hogy a mozi élmény maga meglegyen sok fiatalnál. Tudják azt, hogy mi ez. Tehát nyilván, aki nem volt soha az életben moziban, neki ez egy ilyen furcsa hely, tehát nem fog csak úgy magától bemenni az utcáról. Esetleg bemegy barátokkal, hogyha ők győzködik, vagy egy ismerőssel, de hát már rég rossz szerintem, hogyha egy felnőtt emberként megy be valaki először a moziba. Mi azt mondjuk, hogy a mozizás az mindig örök lesz, mert így nincsen olyan, hogy valaki 7 napból 7-et otthon ül, és nem megy ki. És bízunk benne, hogy olyan filmkínálat van, és a multiplexeknek ugye ez az előnye, hogy széles a filmkínálat, hogy tudnak választani a nézők, és el tudnak jönni hozzánk, mert van választék, amiből ki tud választani magának mindenki egy neki tetszőt. Finanszírozunk például animációs filmsorozatokat is külön pályázatban. Magyarország volt a díszvendége a Hiroshima-i Animációs Fesztiválnak. Mikulás Ferencet, a Kecskemét film ügyvezetőjét kérték fel a hiroshima-i szervezők a szakmai koordinációjára, Magyarország megjelenésének szakmai koordinációjára, aki megkeresett minket, a médiatanácsot, és dr. Karas Mónika elnökasszony első szóra fölvállalta ezt az ügyet, mellé állt ennek az ügynek. A médiahatóság jelentős erőforrásokat fordított, hogy egy méltó megjelenés legyen Hiroshima-ba. 250 film, több mint 40 fős szakmai delegáció utazhatott Hiroshima-ba. 250 film egyébként 1600 perc időt jelent. Itt egyébként a szervezésbe társunk volt a Magyar Művészeti Akadémia, 3 akadémikus is a delegációval tarthatott. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas siker volt ez nem csak az animációs szakma számára, hanem a magyar kultúra és Magyarország számára is, amelyet nyilván leginkább Bucsi Réka a fesztivál győzelmében lehet kommunikálni, de mi, akik ott voltunk, láttuk azt, hogy hogyan fogadták a magyar animációt, hogyan fogadták az animációs művészeket Hiroshima-ban, és ugye tudni kell erre a fesztiválra, hogy ez a világ legjelentősebb fesztiváljai között van számot tartva. Az előadásban is azt próbáltam elmondani, hogy vajon, ez egy gondolatkísérlet, vajon, hogyha 1895-ben Lumière-ék idejében lett volna DVD, lett volna internet, lett volna mindenféle korszerű technika, de nem lett volna mozi.
Tehát nem létezett volna az a lehetőség, hogy az emberek összejönnek, és egy zárt térben, sötétben, másfél órán át néznek egy fehér vásznon a odavetített képeket. Ha ez nincsen, akkor feltalálták volna a mozit? Kellett volna a mozi abban a helyzetben, amikor minden egyéb van, de mozi nincs? És én úgy gondolom, hogy a mozinak vannak olyan tartalékai, a moziban vannak olyan értékek. Az ember számára ad valami olyat a mozi, hogy igenis akkor is fel kellett volna találni, hogyha már akkor megvan a DVD meg a internetes letöltés. Tisztában kell lenni azzal, hogy a kereskedelmi filmforgalmazástól teljesen külön vált azoknak a filmeknek a megőrzése és hozzáférhetővé tétele, amik a nemzeti kulturális örökségnek a részét képezik. Ez tehát mindent a világon így vagy úgy a kulturális kormányzat feladata. A fogadóközönség részben az iskolák, hiszen ez valamiképpen a közoktatás része. Egy más része azok, akik filmklubokban szeretnének, de nem tudnak, alig tudnak már magyar és külföldi műalkotásokhoz hozzájutni. Tehát ezeknek ennek a megszervezése és a tárolása az egy ilyen múzeum jellegű intézményt kíván. Múzeum alatt azt a helyet értem, ahol elérhető, hozzáférhető a kulturális örökség. Tehát ez nem okvetlenül egy ilyen oszlopos, nagy, szép épületet jelent, hanem egy olyan intézményt, ami főleg ugye ma már filmről lévén szó, letölthetővé teszi. Persze esetleg a külföldi filmeknek a magyar feliratozásáról, a régi magyar filmeknek a felújításáról, és még sok minden egyébről gondoskodik, programoknak, oktatócsomagoknak a készítéséről, tanárok vagy egyéb ilyen kultúra közvetítőknek a felkészítéséről. Ma már mindez nem nagyon működik egy ilyen sajátos kulturális intézmény nélkül.